A Coop Szolnok Szanda szőlősi központjában és boltjában tett ma látogatást a város vezetése. Mint az egyeztetésen elhangzott, a társaság eredményes, nyereséges, piaci pozícióját tekintve pedig a második az országban. Mi rendkívül büszkék vagyunk arra, hogy tisztán magyar tulajdonú üzletláncként 3000 üzletet üzemeltetünk, 32 000 embernek adunk munkát, ezzel gyakorlatilag a vidék egyik legnagyobb foglalkoztatója vagyunk, hanem a legnagyobb. A Coop Szolnokról szólva pedig azt mondta Csepeli Lajos, hogy a társaságon belül a harmadik legnagyobb vevőközpont. 9 megye 81 településén 152 boltot üzemeltetnek, 1630 dolgozót foglalkoztatva. Éves árbevételük pedig várhatóan eléri majd a 26,5 milliárd forintot. A vezérigazgató megerősítette továbbá, hogy Szolnok egyik meghatározó vállalata maradnak a jövőben is. A városvezetés köszönetet mondott azért a stabilitásért, amit a cég nyújt, és azért, hogy a többi 9000 helyi vállalkozáshoz hasonlóan fontosnak érzik a várost, ami a helyi adófizetési morálban is megtestesül. Miután 360 millió forinttal több adóbevétele származott Szolnoknak a 2013-as év tervezetjéhez képest, a 12-es év tervezetjéhez képest 420 millió forint. Ezért azt kell mondjam, hogy ez a struktúra, aki most Szolnokon van, stabil és erősödik. És azt jelenti, hogy valóban erősödik nem csak az ország, hanem Szolnok gazdasága is. A helyi gazdaság további erősítése kapcsán várják a Coop Szolnok javaslatait is, kérte a polgármester a vezérigazgatót, mire Csepeli Lajos elmondta, hogy konkrét elképzelésekkel, jövőképpel bírnak. Újságírói kérdése válaszolva pedig kifejtette véleményét az üzletek tervezett vasárnapi zárvatartásáról. A Coop üdvözölni azt, hogyha vasárnap zárva tartanánk, és ezt meg nagyon határozottan kijelentjük, hogy mi ettől munkatársakat nem bocsájtanánk el.